Sziasztok, autós híreink következnek! Vegyetek veterán kabriót 3,5 millió euróért! Mennyi? A Mitsubishi viszont sajnos nem gyárt soha többet sportgépet, legalábbis egyelőre úgy tűnik, viszont annál több elektromos Honda és Volkswagen lesz nem sokára a piacon, és elindult a mai nappal az AMTS! Milliárd 240 millió először, egy milliárd 240 millió másodszor, harmadszor, és a kalapos úré elkelt. Jó hallottátok, 1 milliárd 240 millió forintért egy veterán kábrió. Mondjuk nem akármilyen gépről van szó, ez egy 1884-es Dion de Dupont de Trépadou de Dosedos, na nem tudom pontosan kimondani, mert nem furcsa neve, de olvassátok el a cikkben, szóval egy ilyen különleges autóról van szó. A kornak megfelelően az egyik legmenőbb Verda volt, gőzhajtással és 4 kényelmes bőrüléssel, és csak egy embernek kellett sofőrnek lennie, úgyhogy egész használható is volt, ráadásul már 61 km/órával tudott száguldani, és kvázi állófűtés is volt benne. Bizony sajnos jól hallottátok az előbb, nem lesz több sportgép a Mitsubishi házatájékáról. Legalábbis a gyártó bejelentette, hogy szerinte nem is versenyképes és hát gazdaságilag sem túl kifizetődő, hogyha egy márka minden szegmensben, minden egyes konkurenssel szeretné felvenni a versenyt, úgyhogy a sportautókat bizony átengedi az összes többi japán gyártónak, ők pedig mostantól kezdve az SUV-kra, a crossoverekre és az elektromos, valamint alternatív hajtásláncok fejlesztésére fogja fektetni az energiát. Ennek úgymond előfutáraként láthattuk már, hogy az Eclipse is megváltozott. Hova tűntek azok a jó kis régi sportgépek? Viszlát, Evo álmok! Bocsánat! Hát legalább azért egy ikonikus sportautót még adhattak volna a világnak. Egyébként ugye tavaly teszteltük, nézzétek meg a videót Márkkal az Eclipse-et. Nem rossz, meg minden, de hát SUV. Az Eclipse a sportautó. Mi van? Volkswagen merész terveket tárt a nyilvánosság elé. Terveik szerint 10 éven belül, illetve 10 év alatt 22 millió elektromos autót szeretnének a világnak adni. Persze, gondolom, jó pénzért. Egyébként nem rossz az elképzelés, 2050-re ugyanis a teljes jármű flottájukat szén-dioxid semlegessé szeretnék tenni. Merész tervek, és hát igen-igen drágák, ugyanis ennek érdekében 2023-ig 30 milliárd eurót fognak belepumpálni, kifejezetten csak az elektromos hajtásláncoknak a fejlesztésébe, illetve azt is bejelentették, hogy az elektromos platformra épülő modell kínálatot 50-ről 70-re bővítik. A cég a saját jövőjét, mint az elektromos járművek éllovasa látja. Na de honnan lesz ennyi lítium, meg akkumulátor, meg ez mennyire fogja szennyezni a környezetet? Ti mit szóltok ez? Honda is pedzegette már egyébként korábban, hogy hamarosan a járműveiknek legalább a 2/3-ában valamilyen szinten elérhető lesz az elektromos hajtás, de ezt a mostani genfi autószalonon felül licitálták, és bejelentették, hogy 2025-re minden új járművek valamilyen formában elektromos lesz, ha más nem, legalább hibrid. Ennek egyfajta előfutára szintén Genfben bemutatott városi kisautójuk a Honda e-prototype, ami ugye ez kísértetiesen hasonlít, nem véletlenül, az első generációs Civicre. Egyébként jó kis autónak tűnik. Illetve szintén már hibrid hajtástánccal is elérhető a legújabb CR-V-jük például. Mi ezt nem teszteltük, de nézzétek meg a videót, ugyanis kipróbáltuk Márkkal terepen is az 1.5-ös turbós kétkerékhajtású benzines CR-V-t. A mai nappal végre kezdetét vette a meteorológiai autós szezon, ugyanis elindult az AMTS, ahol nektek is és nekünk is természetesen ott van a helyünk. Várunk is titeket szeretettel, most még a teljes hétvége alatt az A pavilon 10-es standján. Találkozhattunk velünk, beszélgethettek, kérdezzetek, lesznek nyereményjátékok, stb. Majd ott a helyszínen érdemes ezekről érdeklődni. Illetve Zsolti összeszedte nektek a cikkben, alul olvashatjátok, hogy milyen egyéb programok várnak rátok kint a teljes területen, ugye a Hung Expo, valamint a szombaton a folyamán két autóversenyző srácot is sikerült kicsábítani, akikkel személyesen beszélgethettek, és megismerhetitek őket közelebbről, úgyhogy irány a Hung Expo, irány az AMTS! És ennyi volt már a autós hírösszefoglalónk, a social médiás felületeinket ne felejtsétek el, és kellemes napos, és innentől kezdve csodálatos autószezont kívánunk nektek.